rock'n'roll klubban ismertem meg őt. Soha nem láttam még ezt a szexi nőt, akinek csókra nyíló szája van. Azt hittem, eldobom magam, eddig hiába kerestem ilyet hasztalan. Ő egy bomba nő, valaki a szédítő, ő egy bomba csaj, bomba csaj, jobb most, mint tavaly, mint tavaly. Éjjelente csak őt látom, ez már krónikus. Olyan nő, hogy hú, fantasztikus. Ő egy bomba nő, bomba nő, valaki a szédítő, szédítő, ő egy bomba csaj, bomba csaj, jobb most, mint tavaly, mint tavaly. Éjjelente csak őt látom, ez már krónikus. Olyan nő, hogy hú, fantasztikus. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket a próbateremben, és hát ezek azok a pillanatok, amikor a műsorvezető hát kihívás elé van állítva. Godó István, Godó Pisti régi kedves barátom, zenésztársam, a stúdió vendége, illetőleg a próbaterem vendége is. Mondtam, hogy hát nem is tudom, mikor játszottam ezt a dalt utoljára, és te pedig mondtad, hogy 2 éve. 2 éve, de pontosan. Ilyen formában szerintem. Igen, soha. Nem. És lehet, hogy bele is gabajodtam itt ott az akkordokba. Na hát nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szervusz. A próbaterembe. Üdvözlet mindenkinek. Mit is mondtam neked, hogy próbaterem tulajdonosként ülsz itt a próbateremben. De kezdjük az elején, mielőtt még a kellős közepébe csapnánk. Nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és hát tulajdonképpen a... 31 néhány éve. És a 90-es évek, 80-as évek vége, 90-es évek eleje óta hát zenészként is együtt dolgozunk. Sőt, igazából mi egy zenekar kapcsán találkoztunk meg először. Együtt kezdtük a pályafutásunkat. Így van. És ez lett belőlünk, ahogy szokták igen, mondani. Igen. Hát kicsit megemberesedtünk azóta. Godikám, rövid zárlat zenekar, ez volt a mi közös találkozási pontunk, és mivel egy próbateremben ülünk, és azért általában zenészekkel itt a próbákról, a próbahangulatról szoktam beszélgetni, engem rettenetesen érdekelne, hogy te hogy emlékszel azokra az időkre, amikor én még kisrác voltam, és a szószoros értelmében egyébként, mert ez nagyjából ilyen 18 éves szerintem lehettem. Szerintem te meg a kisbazsi, kis Bazsi, a dobos, még ilyen 5-6 centiket nőttetek. Tényleg? Közep, komolyan? Ez nagyon jó, mert amúgy sem vagyok egy nagy növésű. Ez nagyon jó. Mi voltunk, Majoros Bandi, Veréci Gábor, mi voltunk olyan 19 évesek, ti meg olyan 16-17. Hát, ilyen. Nagyjából, igen. Még suliba jártatok bőven. Ó, hogyne, középiskolások, abszolút. Na, és a bázisunk, az első próba, nem tudom, mennyire emlékszel rá, a katonai kollégiumnak a kis zeneterme. Nekem egy élményem van, aztán majd kíváncsi vagyok a te élményeidre, emlékeidre. Sose fogom elfelejteni, amikor beléptünk abba a kis terembe, egy karton dobozba így beleállogatva voltak a gitárok, és akkor gondoltál egyet, kivehettél egy gitárt, meg valami... minden egyéb, vagy minden zsinórok, pedálok, igen, ez igen, nem igen, de valami igen. Hot egyszerű. Nekem ott még nem tartunk, hogy belépünk, mert ha visszaemlékszel, komoly harcokat kellett vívni, hogy bemenjünk. Hogyne. Hát ez mégiscsak egy katonai intézmény volt. Az egész várost körbe kellett szaladgálnunk, hogy valaki nyisson be, engedjen be. Az épületbe bemehettünk, de a kulcs nem volt a portán, és akkor nem mehettünk szörni. Igen, nagyon de szép hát emlék. Legendás. És arra emlékszel-e, hogy mennyit próbáltunk? Kíváncsi vagyok, hogy fel tudod-e idézni ezt, mert nagyon sokat próbáltunk. Én főleg az első 8 dalt, amivel aztán felléptünk, komoly helyeken, Balassagyarmati koncertünkre úgy próbáltunk, nem tudom, emlékszel-e, hát akkor ezek szerint ilyen 16-18 éves lehettem, hogy délelőtt, volt egy délelőtti próbánk, hazamentünk ebédelni, és utána visszamentünk egy délutáni próbára. Napi két edzés, igen. Na most azért én azt hiszem, és mikor jöttünk be ide ebbe a kis imitáns stúdiónkba, és felvettük ezt, vagy felvenni ezt a beszélgetést, akkor arról dumálgattunk, hogy milyen más ma a fiataloknak, hogy milyen másképp állnak a próbákhoz, milyen más körülmények között tudnak próbálni. Hát mi annak idején a nem feltétlen fényes körülmények között is napi kettőt próbáltunk. Napi kettőt, igen. És nem feltétlen a felszerelésben volt a titok, hanem szerintem a lelkesedésben, meg az akarásban. Mert hát szinte nem volt semmilyen cuccunk. Hát azért is próbáltunk ott, mert hát a kis Bazsi,
széknek a támláján. Igen, emlékszel Veréci Gabiéknál? A Veréci Zoló meg a családnak a elhangolt ezeréves pianinóján. Tehát semmiféle. Néha olyan érzésem van, hogy ezt egyszerűen el se hiszik azok, akik ezt mondjuk így hallják, hogy például abban az időben még nem volt mobiltelefonom. Mondhatjuk a mobiltelefon előtti időkben, a számítógépes technika előtti időkben kezdtünk el valamit. Zsolti, vonalas telefon. Vonalas telefon. 94-ben lett. Igen. Hát 94-ben, ez szörnyű. Napi kettőt próbáltunk a katonai kollégiumban, jellemzően a vasfüggönyön túli eszközöket használva, tehát mondjuk nyugodtan csehszlovák. Jolán a gitáron volt, igen. Na, ebből lett a rövid záról. Akkor viszont már megjelentek Magyarországon ezen Fender, Ibanez, de hát nekünk az abszolút, mint hogyha Marson. Igen. Marsra kellett volna menni, tehát olyan összegek voltak, hogy... Balassagyarmat volt az első közös koncertünk. Az emlékszel, hogy konferáltak fel bennünket? Hogy hölgyem is olyan, a színpadon az áramszünet nevezett üzenet. Illetve volt még előtte a Vogue-ban egy ilyen szalagavató, vagy valami ilyesmi, és 8 számunk volt, és azt kétszer lejátszottuk. Na, hát akkor volt a siker. Jó, kedves televízió nézők, én remélem, hogy itt vannak velünk, és figyelik a próbatermet, ahol Godó Istvánnal beszélgetünk. Godikám, szóba hozzuk majd a Tábor Tűz Singers nevezetű csodálatos produkciódat is, hiszen a legjobb tudomásom szerint 10 éves a társaság idén. Igen, most idén, 2020-ban. Na, hát akkor a legjobb időszakban vagyunk, de maradjunk még egy nagyon picit a rövid zárlat zenekarnál. Számomra mindig egy rejtély volt, hogy te hogy is keveredtél a zenekarba. Ugye azt mondjuk ki nagyon őszintén, hogy alapító tagok voltak Kis Balázs, Veréci Gábor, Veréci Zoltán, Majoros Bandi, jó magad, illetve én magam. Te hogy kerültél a társaságba? Annak idején emlékszel, volt egy szülinapi szám. A bulinálunk? Egyéves, nem, egyéves szülinapra, és abban én megírtam, hogy a társaságba gitár is kellene. Ja, ismertünk hát két fickót, szerencse. Ti már akkor megvoltatok, a Zoló, Zoló Kisbazsi, Veréci Gabi meg te. És Veréci Gabinak én osztálytársa voltam. Aha. Középiskolában, és a Bandi is. Mi hárman egy osztályba jártunk, és én akkor már ilyen kirándulásokon, meg ilyen iskolai bulikon már ott gitározgattam, és akkor a Gáborék megkerestek, hogy akkor gitároznék egy zenekarba. Hát semmiféle múltam, semmiféle tapasztalatom nem volt. Volt-e otthon egy Jolán a gitárom, és azzal. És utána a Bandit pedig, először emlékszel, hogy mikor a katonai kollégiumban volt egy ilyen helyi kimit tud, vagy házi kimit tud, akkor még basszusgitár nélkül léptünk fel. Na hát azt a történetet azért nem tudom, emlékszel rá, amikor kimentem és hátat fordítottam a zsűrinek. Nem emlékszel rá? Csodálatos megoldás volt, nem hallottam magam, és én fogtam magam, kisétáltam a zenekar elé, ja, igen, a front utc elé. Nem volt kontroll. Kontroll, azt se tudtuk mi az, hogy kontroll hangfal. És kisétáltam a zsűri előtt, hátat fordítottam a zsűrinek, ettől független azért tovább jutottunk Balassagyarmatra. Hát ezek szép idők, legendás idők, azt azért elmondhatjuk. Hát legalábbis innen visszanézve, mert akkor nagyon sokat küszködtünk. Igen. Na, aztán lett nekünk egy bázispontunk, ez a Rocky Klub. Ugye? Igen, a Felsővárosi Műfházban. Akkor már tényleg akkor már szaladt a szekér, már normálisabb felszereléssel tudtunk játszani, jobb hangszereket vettünk. Ha emlékszel, akkor Balatonparton játszottunk különböző rock and roll. Akkor 90-es évek elején megélénkült ez a fesztivál dolog, és Gönczi Gabóék nagyon sok ilyen fesztivált szerveztek, akkor Petőfi csarnokban játszottunk Fenyő Mikiékkel, Komárékkal, akkor Fáj utca és Porcsanokban, amikor a Nemzetközi Rock and Roll Fesztivált, Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, ilyen csapattal. Igen, ezek, és most, hogy így mondod, tényleg. És micsoda rock and roll fesztivál, tehát ugye Almási téri szabadidőközpontban, Cadillackkel, meg Brillantin, ezek jó, a mi rétegünknek ismerős nevek, de a Fenyőjéket mindenki ismeri, Szandi. És mikor a közgázon játszottunk, a Novai Gábor volt a fő technikus, ő hangosított bennünket, ez fantasztikus. Én egy különleges dologra emlékszem, hogy akkor ilyen kulisszatitkokat is áruljunk el, amikor a Petőfi csarnokban játszottunk,
a saját műsorunk előtt vagy után kerestük a Godó Pistit, hogy te, hol van a Godi, nem láttátok a Godit? A Godó Pisti pedig benn ült a színpad szélén, gyakorlatilag a színpad mester helyén, föltett lábakkal, és onnan nézted végig a koncerteket, és mindenki azt hitte, hogy hú, ő biztos valami fontos ember, holott csak beültél a színpad mellé. De nekünk fenyőjék, meg ezek a komár, meg ilyenek, hát mint az istenek, úgy néztünk rájuk, és 19-20 évesen abban az időben ezekkel a... És emlékszel, hogy a Petőfi Csarnokban volt egy VIP étterem büfé. És akkor úgy ültünk, körbeültük az asztalt, és akkor mi ott kajáltunk, vagy minden, és mellettünk meg a Fenyő, a Novai, meg a Szandi. Igen. 16-17 évesen ez egy óriási élmény volt. Igen, na hát így kezdődött valahogy a mi közös karrierünk, és aztán a rövid zárlat zenekar tulajdonképpen nagyon sokáig futott. Én elmentem katonának, és ott számomra van egy időszak, ami kiesett. Tehát, de az, hogy én elmentem katonának... Laktanyában is felléptünk, akkor te katona voltál. Hát az is nagyon szép volt, így van, az Alba Régi a Laktanyában is adtam koncertet. A zenekar nem oszlott fel természetesen, akkor a honvédség ideje alatt nélkülem, és aztán volt nekünk egy comebackünk, nem olyan régen. Igen. 2 évvel ezelőtt, mikor Veréci Gabi barátunk hazajött a világból. A világból. Ki tudja, hol a világból, éppen. A fene tudja, hogy hol nem járt. És akkor felélesztettük ezt a Rocky klubot akkor már a Táncházban, és akkor ott volt egy rövid zálat comeback koncert, amire én úgy emlékszem vissza, és nagyon sok emberrel beszéltem, akik ott voltak, hogy lehet, hogy lesz még valamikor Rocky Club, rövid zálat, ez az, de aki ezen nem volt ott, az lemaradt. Na Godikám, beszéljünk akkor a próbatermedről, mert amikor erre a comebackre, és nem véletlenül kanyarodtam ebbe az irányba, amikor erre a comebackre készültünk, akkor nálad, a te saját kis próbatermedben készültünk. Ez egy ilyen macsós álom volt, vagy zenész macsós álom, hogy minden zenésznek kell egy próbaterem, és van, aki ezt megvalósítja. Így van. Én nem is szűkíteném le a zenészekre, hanem még csak a férfiakra sem, hanem egy minden embernek szerintem kell egy játszószoba. Játszószoba, igen. Ahol akár... Ha már szakmában maradunk, akkor Szörényi Szabolcsnak ott van a terepasztal. Nagyon jó. Például. Amikor bélyegeket gyűjtöttem, akkor könnyebb volt a helyzet, igen, mert egy íróasztal elég volt. Igen. De van, aki mondjuk nálam az olvasás is nagyon jelentős, én nekem rengeteg könyvem van ott kint, és mikor felépítettük a kis családi fészkünket, akkor ez garázsnak készült. Viszont ahogy múltak az évek, és egyre inkább visszafordultam a zene felé, mert a rövid zárlat után volt egy 8-10 év, mikor csak otthon, picit garázsba, hálószobába, csöndbe alszanak a gyerekek, stb. És mikor megint a előtérbe került a zene az életemben, vagy életünkben, majd még erre kitérek, akkor azt a garást átalakítottam szép fokozatosan olyan próbateremmé, ahol most már tényleg mindenféle hangszer megtalálható. Egy ilyen kis házi stúdiót is kialakítottam ott. Most már gyakorlatilag ott is alszom, mert éjszaka lehet a legjobb. Azt mondta, hogy én nem érdekel, menj a próbaterembe, aludjál. Legalább jól tud tévét nézni. Igen, de attól függetlenül harmonikus a kapcsolatunk, de egy idő után rájön az ember, hogy azért a külön hálószoba, ahogy a Molnár Ferenc mondta, közte az óceán, az a hosszú házasság titka, de ez a próbaterem, ez mondom, könyvtárként, hálószobaként, stúdióként is funkcionál, hát ismered a helyet, van dobfelszerelés, zongora, most kaptam egy ukulelét is, úgyhogy most nagyon azzal jó. Is. Az, mert az szóval is akartam tenni, hogy azért ukulelemért nincs. Van balalajka, meg tangóharmonika. Bodikám, én azt most nem tudom mondani, hogy dőleit aludj egyet a próbatermünkbe, sajnos erre nincs lehetőség. Arra viszont van, és annál inkább is van, mert hogy a Tábortű Singers-el fogjuk folytatni a beszélgetésünket, hogy megnézzünk a már emlegetett formációtól egy videót most ebben a beszélgetésben, utána pedig folytatjuk tovább, úgyhogy kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim, a Tábortűz Singers videója itt a Fehérvár Televízióban. Próbaterem, a könnyű zenei magazin műsor. We'll be right back.
Kocsik és Kádár birtokán kanyarog végig az út. Sűrű erdőkében hősforrás hívogat. A múzeum ősi tárgyai felfedik titkukat. Távol a hazától magányosan utat, ha erre halad. Mi egy megállunk, szívesen látunk sárgon a hege alatt. Alajti sajtos a tábor tűz, sportkör a déli bán. Kórház a kastély az emberek, s az őszín napsugár. Tetőn a kettős kereszt az ég felé mutat. Mi örök szomorú mementó őrzi az álmokat. Távol a hazától magányosan utat, ha erre halad. Mi egy megállunk, szívesen látunk sárgon a hege alatt. Távol a hazától magányosan sem látunk sávon a hege alatt. Biztosan vannak szebb helyek máshol a földkerekén. Kevesebb kátyú, gazdagabb élet, lakhely, de nem az enyém. Szigetotópart a nagymama, nem vele, nem soha. Ismerős emberek, hantok és ögök, mindjárt otthona. Távol a hazától magányosan, utat, ha erre halad. Mi egy megállunk, szívesen látunk sárgon a hege alatt. Próbaterem, a könnyű zenei magazin műsor. Kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim, a Tábor Tűz Singers itt a Fehérvár Televízióban, és vendégem már mutatja is a pólóját, nagyon szép. Hát ez itt mondjuk ilyen reklám helye, főleg úgy, hogy 10 éves a formáció. Hát Godi, az előbb beszélgettünk a rövid zárlatról, közös korai élményeinkről. Na most jöjjön az aktuális zenei formáció, de ez pedig nem más, ahogy már említettük is, a Tábor Tűz Singers. Ez hogy alakult ez a csapat? Ugyan utalgattál már rá itt az előzőekben, de konkrétan hogy is indult ez a társaság? Ez egy abszolút spontán és mindenféle szándékosságot nélkülöző indulás volt, ugyanis pontosan 10 évvel ezelőtt a lakóhelyemen Soponyán, ahol élek, ott a civil szerveződés volt augusztus 20-ára, hogy ott a tóparton, amit te is ismersz talán, hogy ott legyen egy tábortűz. Uh-huh. És hát ott sokan tudták, hogy nekem van zenész múltam, akkor per pillanat jelenem nem volt, és felkértek, hogy hát ott egy kis hangulatot, mert ez tényleg ilyen abszolút ilyen szalmabálákat leraktak, és akkor ott mindenki hozta kis szalonnát, az sütkölyezett, meg kis bográcsba kevergette, tehát semmiféle ilyen infrastruktúr, semmi nem volt. És akkor felkértek, hogy hát ott csinálják egy kis hangulatot, mit tudom, a hagyományos tábortűzes börtönablakába, felkelő napháza, agyhelyet magad mellett, meg közélhelyeken, ilyesmi. És annyira jól sikerült, hogy már szerintem majdnem hajnalodott, még mindig ott volt a falu apraja nagyja, és akkor néhányan ott a társaságból kitalálták, hogy hát miért nem jövünk össze rendszeresen, és akkor csak így énekelgetünk magunkban, akár egy udvarba, akár egy nappaliban, bárhol. És aztán jó néhányan összejöttünk, 10, 11, 2, 3-an, és
ebből kialakult. Aztán voltak tagcserék, lemorzsolódások, és mostanra maradtunk négyen a színpadon, és egy barátunk a technikáért felel, bár most a legutóbbi produkcióban ő is mikrofon mögé állt, mert ezt én fontosnak éreztem, hogy mind az öten megszólaljunk ebben a dalban. És most már zenei alapokkal dolgozunk, már nem egy szálgitár és tábortűz, elég nagy színpadokon is felléptünk. Tehát most már nagy tábortűz van. Eddig már nagy kisebb tábortűzek voltak. Igen, most már ilyen Beirut nagyságban. Jaj, ne viccelődjünk ezzel, igen. Szörnyű. Szörnyű egyébként. Na, ha tovább lépünk, akkor azt is meg kell említsük, hogy a feleséged is a tábortűz Singers tagja, ugye? Igen, ezért mondtam, hogy majd visszatérünk arra, hogy most már családilag is érintve vagyunk a próbateremben. A kedves feleségem Edina is részese a történetnek a kezdetektől, úgyhogy, illetve a többieknek is semmiféle zenei múltjuk nem volt, és nagyon klasszul beleálltak a dologba. Akkor már megemlítem a többi tagot is. Hogy, persze. Erika, illetve a Kis Károly nevű barátunk, illetve a Pataki Pisti, aki a technikáért felel. Semmiféle zenei múltjuk, képzettségük nem volt, de írtozatosan sokat fejlődtek az utóbbi években, és szoktam nekik mondani, hogy olyan dalokat most már meg tudnak csinálni, ami álmukban sem gondolták, hogy esetleg. Ez, biztos emlékszel, hogy az első időkben, amikor azt mondták a rövidzárban, hogy játsszuk a Johnny B. Goodot, és akkor ne hülyéskedjetek, hát az... és akkor még Chuck Berry élt, és mondtuk, hogy, igen, hogy nem merjük. Tehát ugyanez a feeling, hogy fokozatosan fejlődsz, és beleérsz azokba a dalokba, amikről álmodni sem mertél. Na, ha már szóba hoztad újfent a rövidzáratot, a rövidzárat zenekarban, te műsor elején eljátszott Bomba Nő című dalunkat, például te írtad, és nagyon jó érzékenységgel fogod meg, és írod a dalokat, nem mellesleg a dalszövegeket. A Tábor Two Singersben, ha éppen nem feldolgozást játszotok, akkor te írod a dalokat, te írod a szövegeket, illetve te hangszerelsz, te rakod össze? Igen, én magamat úgy szoktam apostrofálni, hogy én mindenből közepes vagyok. Tehát én közepes énekes vagyok, közepes hangszeres vagyok. Talán a szövegírás, ami egy kicsit talán jobban megy időnként, bár oda is kell az ihlet, nem az előlek, hanem az ihlet. És talán a hangszerelése az elég könnyen megy. A zenéket, szövegeket általában én szoktam írni, bár a Karcsi barátomnak is vannak dalai, és sokszor nagyon jó ötleteket hoz. De volt már olyan szöveg is, amit közösen is abszolút műhely munkaként csapatban írtunk. Mindenki hozzátett egy sort, vagy egy rímet, vagy egy ötletet. Aha, ezek a legjobb dolgok. Aha. 10 éves lett a formáció, nyilvánvalóan ilyenkor egy kicsit összefoglaltok szerintem. Majd a műsor végén a videoklip is, amit bejátszunk, kicsit erről szólt, tehát egy ilyen összefoglalás, hogy is indult, hogy alakult az egész. Mik voltak a legszebb élmények, mondjuk, ha 10 évből ki lehet emelni egy-kettőt, ami olyan igazán meghatározó volt a csapat életében? Az elején, hogy mondtam, hogy tényleg tábortűznél indultunk, és utána való években elég sok ilyen konceptműsort csináltunk. A legelső ilyen nagyobb vállalkozásunk, mikor egy komplett úttörő csapatnak beöltöztünk, de teljesen ez a fehér térdzokni Szandi, akkor leokoplasztal leragasztott szemüveg, úttörő nyakkendő, stb. És felelevenítettük azokat az úttörő dalokat, amik a mi életünkben, a 70-es, 80-as években gyerekkorban meghatározók voltak, de azóta nem nagyon hallottak róla. És nem tudom, hogy emlékszel-e azokra az időkre, hogy ezek tényleg nem szóltak sehol, és meg voltak ijedve, hogy hú, ez nem lesz ebből baj. Baj, igen. Talán emlékszel, hogy akkor volt a Harry Herceg, mikor Hitlernek öltözött, és... Egy ilyen jelmezbálon. És akkor ezek az önkény uralmi jelkép dolgok, ezek így felerősödtek, és mondták, hogy nem lesz ebből baj, nem fogják betiltani.
óriási siker volt tényleg, de egy szál gitárra, ez a bécsi munkások indulója, akkor a mintamókus fenn a fán, akkor a mit tudom én, lent hol a tölgyek őrzik. Hát csak a klasszikus tánczenei. Így van. Na és ezt követően viszont csináltunk egy olyan műsort, ami még autentikusabb volt, és tényleg egy kicsit elment a színház irányába. Ez a 20-as, 30-as évek kupléiből. Czerkovics Béla, Fényes Szabolcs dalokat feldolgoztunk. Ilyen Stux műsornak hívtuk, mert ugye Stux maga vérbeli Párizs, illetve meg legyen a horvát kertben Budán. És ahhoz építettünk horvát kert kaput, a csajok autentikus ilyen cselsztor ruhákban voltak, és azt is egyszál gitárral lenyomtuk, és óriási siker volt az is. Azóta aztán két dalnak meg is csináltam a zenei alapját, és ilyen jó rockabillis, a kislány kezeket fel, az nagyon jó rockabillis, meg lehetett csinálni. És azt utána, ahogy majd a műsor végén, amit bejátszatok új dalunkban, utalok rá, hogy játszottunk Tánzzal fesztivált. Volt egy ilyen Tánzzal fesztivál műsorunk, amikor tényleg van egy kicsi házikó, csak egy tánc volt, most kéne abba hagyni, amit ti is énekeltek. Tehát ezeket a dalokat, és tényleg egy ilyen tulajdonképpen kicsit olyan színházas dolgot csináltunk, mert ezeket is mind autentikus ruhákba, 60-as, 70-es évek trapézgatjába, ilyesmit adtuk elő. És ezek a fellépések aztán komolyabb helyekre is eljuttattak, vagy ezek a műsorok komolyabb helyekre is eljuttattak bennünket határon túlra. 2500 ember előtt is játszottunk Kémerben, meg Sárkeresztúr találkozón, elég sok. Hát, csak a nagyobbakat. Csak a nagyobbakat, persze. Csak a létszám miatt ott 600-700 ember. Aha. Tehát nagyon klassz volt. Kettő kérdésem van még, aztán lejár a műsoridőnk, és jön majd a videóklip. Az első, hogy mik a következő 10 éves tervek? Tehát ugye, hogy ha már említettük ezeket az úttörő mozgalmi dalokat, akkor a következő 10 éves vagy 5 éves terv. Tehát, hogy mi a jövő, mi az elképzelés? Hát először is, mivel már hogy dalszövegben is írom, hogy korosodunk, először is megérni a következő 10 évet. Illetve most van egy új vállalkozásunk, ami egy kicsit ez a karantén helyzet miatt egy kicsit megakadt. Egy nagyon kedves barátnőnkkel, Csiki Annával, aki párkapcsolati tanácsadó, meg életmód tanácsadó, coach, vele készítettünk egy Sorsod dallama című műsort. Ezt közösen találtuk ki. Az a lényeg az egésznek, hogy olyan dalokat teszünk be a műsorba, amik egy kicsit életvezetési tanácsokat adnak, vagy utalnak problémákra, és Anna ezeket a felvetett problémákat kicsit megmagyarázza, illetve az Anna által elmondottakat ezek a dalok alátámasszák. És van köztük saját dal is, van köztük olyan feldolgozás, amit mi tettünk kicsit sajátossá, mi írtunk rá magyar szöveget, és remélem, hogy ez továbbra is fog menni, illetve hát azokat a dalokat próbáljuk most aktualizálni, amiket egy kicsit háttérbe szorítottunk, illetve van még egy vállalkozásunk, a református közösségnek, hát oszlopos tagjai vagyunk Soponyán, és ott a gyerekekkel karácsonyra is készítettünk egy videóklippet, amit Nagy Bandó András versére írtam, és ott a református közösség gyerekei énekelték el, és olyan karácsonyi műsort csináltunk a gyerekekkel közösen, ami nem hiszem, hogy előfordult még az univerzumban. Az univerzumban a templom kupolájára vetítettük ki a klippet karácsonykor, szenteste. Megint készülünk valami ilyesmire majd karácsonyra. Hát Gondikám, sok sikert kívánok a következő akár 5, akár 10, akár 50 évhez. Isten adjon nektek sok-sok erőt mindenhez, hogy sokat tudjatok vetíteni még a soponyai református templom kupolájára. Ne csak én vetítsek mindig. Ne csak te nevetíts. Egy kicsit menjünk el a sport irányába, és akkor van egy ilyen gondolat bennem, hogy spanyol foci.
Tudom, hogy szereted rajongásig, szereted a spanyol focit. Jut időd rá, illetőleg nézed mostanában a spanyol futballt? Hát már amit lehet belőle. Hát igen, igen. Tudod, hogy időnként beszélünk telefonon, és a Barcelona dolgait megbeszéljük, igen. Meg talán emlékszel is, hogy nagy Barcelona zászló fent van a próbateremben, de üzenem a Real Madrid szurkolóknak, hogy a Real Madridot is kedvelem, és szurkolok a Real Madridnak. Tehát ne kapcsolják ki a tévét. Szurkolok a Real Madridnak is, és most például hamarosan visszatérnek a BL-be, bár most mondjuk a Barcelona most egy kicsit gyengélkedik, de remélem, hogy azért új koncepciót, új edzőt, esetleg fiatal játékosokat beépítve egy kicsit jövőre komolyabb dolgokat fognak végrehajtani, mint az idén. Így kell sportműsor csinálni egy zenei műsorból. Telesport. Telesport, igen. Jelzem még egyszer, tehát akkor nem sportműsor, hanem még mindig zenei műsor. Godó Istvánnal beszélgettem, akivel a rövid záradból indultunk, beszélgetésünket tekintve, és aztán megérkeztünk a Tábortűz Singers történetéhez, akik egyébként most idén 2020-ban 10 évesek, augusztusában ráadásul a 2020-as évnek, úgyhogy ilyen formában jöjjön akkor a jubileumi dal, ez a jubileumi videó, amit elkészítettetek. Igen, ez abszolút egy átirat, igen, átdolgozás két napja. Is. Két napja lett kész. Csak a mi kedvünkért, meg a jubileum miatt. Igen. És egyben köszönöm is neked, hogy itt voltál. Nagyon szíves, köszönöm a meghívást. A kedves televízió nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Pontosan egy hét múlva hívok, várok mindenkit, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. Próbaterem, a könnyű zenei magazin műsor. Chauffer le mal, on est mieux.
se jó.